Az idei évben milyen fenyőfákból válogathatnak a vásárlók? A megszokott lucfenyőből válogathatnak, normand és ezüst fenyőkből, vágott és töves változatban. Milyen akcióval készültetek az idei évre? Az idei évben az ezüst fenyők lucfenyő árában lehet megvásárolni őket. De mit javasolsz, mi a személyes tapasztalatod, melyik fenyőt kedvelik a legjobban a mezőtúriak? A lucfenyő a legkeresettebb mezőtúron, de már most meg tudják fizetni az ezüst és a normand fenyőket is. Miért érdemes ezüst és normand fenyőt vásárolni? Tovább bírja a meleget, például ahol padlófűtés van, akkor nem hullajt le, meg mutatósabb az ezüst és a normand, mint a lucfenyő. Miért érdemes gyökeres fenyőt vásárolni? Van, aki szereti kiültetni utána a kertben, és még ott is gyönyörködik benne. Milyen fenyőkből és mekkora méretben választhatnak a vásárlók? 1,20-tól 3 méterig vannak fenyőfák, az 1,70-1,80 a legkeresettebb fenyőfa, az azért egy lakótelepi lakásba is szépen befér. Ebben az évben hány helyszínen találhatnak meg benneteket a vevők? Az idei évtől már most 2 helyen árusítjuk a fenyőjeinket, a Klímaipari Centrum bejáratánál is várjuk a vásárlóinkat, illetve a Hídon túli dinnyés pavilonban. Mi az idei év tapasztalata? A családok mennyire hagyják az utolsó percre a fenyőfa vásárlást? 10-e óta áruljuk, és már idén az első 2-3 napban is voltak, igen, sok vásárlónk volt. Most már nem hagyják az utolsó pillanatokra, mert félnek, hogy nagyon kiválogatják, és az utolsó napokban ritka satnyafát kapnak. Tehát akkor a mezőtúriak már elkezdték megvásárolni a karácsonyfát. Hogyan tárolják? Tudsz ebbe nekünk segíteni? Igen, haza kell vinni, és bele kell állítani egy vödör vízbe. Ez jól megszívja magát vízzel, és akkor sokkal tovább bírja bent a meleg lakásban.